Egy nagyszerű és nagyon sokoldalú panel ül itt körülöttem. Csortos Szabó Sándor, nem a tudomány, hanem a média világából jön Budapesten, producer és hang és elemérrel sokféle kapcsolatban volt, ezt majd nyilván el fogja mondani. Németh Kornél mérnök, aki nemrég csatlakozott az intézethez, és nagyon érdekelte abban a fajta innovációban és kreativitásban, amiről én beszélek, ezt majd el fogja mondani, hogy hogyan újfajta kurzusokat dolgoz ki mérnökök és mindenféle érdeklődő számára 4+0 ipari forradalommal vagy új forradalommal kapcsolatban. Kerekes Sándor professzor úr, akit legtöbbeteknek nem kell bemutatnom, a fenntarthatóság tudomány, ahogy ez így kezd terjedni a világban, talán Magyarországon legismertebb képviselő, akit nemzetközileg is nagyon sok helyen elismernek, hosszú életet nem mondanék, de a Budapest Klub tagja, a világban sokszoros meghívottja, nagyon sokat szerepel külföldön, és most az elmúlt hónapokban már az intézetnek is egy meghatározó kutatója, és reméljük, hogy ez így is marad a jövőben. Dimitár Nikolovszky, fiatal kutató Macedóniából, aki Varsóban most fejezi be a PhD programját, de az intézetnek állandó munkatársa, és Igor Stipicsel, aki Bosznia-Hercegovinából van, és nem sokára csatlakozik az intézethez, mint munkatárs, kiváló tanulmányokat írnak a Balkánról és a közép-európai együttműködés lehetőségeiről. És nem utolsó sorban Konstantin Zsiszkin, aki egy moszkvai kollégánk, akivel nemrég találkoztunk, és töltöttünk egy pár izgalmas napot együtt Moszkvában, hogy ott derült ki, hogy ő neki is van egy koncepciója arról, hogy hogyan kéne a Magyarország egy kicsit nagyobb méretű orosz egyetemeket, vagy egyetemeket átalakítani. Ennyit a panelről.